Alapvetően a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jelentkezhetnek a nyári étkezésre, mondta el a témával kapcsolatban Habis László polgármester. A kormányzat is nagy figyelmet fordít erre a szolgáltatásra. Összességében mintegy 430 jogosult van a városban. Az ő értesítésük jegyző részéről határidőben megtörtént. Abban bízunk, hogy tekintettel arra, hogy az eddigihez képest nem egy, hanem két helyen lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást. A tavalyihoz képest nő majd a igénybevétel. Az önkormányzatnál arra számítanak, hogy 300 felett lesz azok száma, akiknek biztosítják a szolgáltatást, tette hozzá Habis László. Az ebédet a Felsővárosban és Felnémeten osztják majd. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztató levelet küldött az érintett szervezeteknek, eszerint 2017-ben minden eddiginél több, országszerte közel 142 ezer gyermek kapott naponta egy tál meleg ételt a leghosszabb iskolai szünetben, így az étkezés 11 ezerrel több rászorulót ért el, mint 2010-ben. Az ételek minősége is fontos, ezért a 2010-ben még 370 forintos egy adagra jutó támogatás 570 forintra emelkedett, írták.